Így néz ki, amikor egy szolgálati kutya és a kutyavezető egy versenyen átkutatja a börtönbe érkező csomagokat és talál valamilyen tiltott anyagot. A dobozban a kutyát zavaró anyagok mellett 10 g hasist rejtettek el, mivel a leggyakrabban kábítószert, illegális gyógyszereket vagy nyugtatót találnak a fogvatartottak számára küldött csomagokban. A büntetés végrehajtás országos szolgálati kutyavezetők és szolgálati kutyák versenyén vagyunk. 5. alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt, és az 5-ből, az 5. alkalom úgy éreztük, hogy méltó, hogyha a visegrádi négyekkel ápolt szoros kapcsolat okán meghívjuk a szlovák, a cseh és a lengyel ottani szolgálatokat, és ők is érkeztek, mint külsős vendégek. A versenyen közel 60 kereső kutya vett részt, 18 hazai és 3 külföldi kutyakezelővel. Az állatok közül 13 kábítószer keresésére specializálódott, 47 pedig járőrkutya volt, akik összesen 4 versenyszámban mérhették össze felkészültségüket. A kutyáknak leginkább őrzővédő feladataik vannak, de hát nyilván van olyan specialitás is, manapság ez már majdnem minden intézetben jelen vannak a kábítószerkereső kutyák, sőt a magyar büntetés végrehajtásban, nem itt tisztelök, de a magyar büntetés végrehajtásban ismereteim szerint olyan állat is van, aki mondjuk mobiltelefonok előkeresésére alkalmas. Állj! Álljon meg a szolgálati kutyát, önrengelő! Engedd el! Tiszalökön 6 szolgálati kutya van, amiből 5 járőr, egy pedig kábítószerkereső. A kutyák 12 óránként váltják egymást, a kábítószerkereső kutya napi 8 órában dolgozik. Ilyenkor az intézetbe érkező autók és az árkák mellett a beérkező csomagokat is átvizsgálja a kutya. A kutyám szolgálati neve Itó. Körülbelül 6,5 éve, 7 éve dolgozunk aktívan együtt. Találásaink kábítószergyanús anyagok többször volt, meg gyógyszerek, szihotóp gyógyszerek. A szolgálati állatokat egyébként a büntetés végrehajtási intézeteken kívül is bevethetik, akár az árvízi védekezésben, vagy az azt követő helyreállítási munkálatokban, de nyomkövetésre vagy kábítószerkeresésre is használták már az állatokat az intézmények falain kívül.